Devil Trio. A formáció 2011-ben alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakos hallgatóiból. Repertoárjuk saját szerzeményekből, illetve egyedi felfogásban játszott örökzöldekből áll. Mindhárman részt vesznek zeneszerzőként is a munkában, amely igazán változatossá teszi koncertjeiket az egyes tagok különböző zenei világa miatt. Céljuk a kísérletezés, a harmónia, a hangszer nélküli felállás lehetőségeinek feszegetése, olykor a hagyományos vagy a fúziós jazz, olykor pedig a szabad zene eszközeivel. Karantén az leginkább egy ilyen, nekem összességében egy pozitív élmény volt, rengeteget voltam otthon lányommal, és rengeteget gyakoroltam. Hát összehasonlíthatatlanul többet, mint ami időm így a hétköznapokban van. Egy ilyen inspirálódó időszak volt ez. Első időszakban, hogy egyedül, aztán pedig más zenészekkel együtt gyakorolva. Minden alkalommal élvezem nagyon, amikor a trióval összejövünk. Hát már ugye 9 éve együtt játszunk, de azért a karantén alatt is tartottuk a kapcsolatot. Nem személyesen, hanem telefonon, interneten, stb. De nagyon-nagyon jó élmény volt így a próbáink is, meg ez a koncert is. Jelenleg még nyilván a zenék, amiket hallgatok, ami eléggé széles kör, hogy a bebop korszaktól kezdve a nagy jazz szaxofonosokon kívül ott mindig érdekelnek a mai hát így a kortárs vonalak is, és hát hogy is volt, 2 éve diplomáztam klasszikus fuvola szakon, így a másoddiplomám, és hát azóta is a nagyon nagy inspiráció nekem a klasszikus zenei tanulmányaim. A koncert időtartamára való tekintettel próbáltunk ilyen pörgősebb, energikusabb számokat összeválogatni, de mindezt úgy, hogy ne legyen egy hangú a műsor. És az is cél volt, hogy mindhárman megmutathassuk magunkat zeneszerzőként itt is. Ez mindig, számomra mindig egy fontos szempont, mert hogy ez a zenekarunknak a sokszínűsége is azért ebben rejlik, hogy mindhárman úgymond zeneszerzőként is egyenrangú tagokként mutatkozunk be. Rövid távon talán az első dolog, amiben újra bele kell rázódni, az a napi 5 óra alatti alvás időtartama, mert hát eléggé túlterheltek a napok. Aztán újra rendszeres próbák,
minden olyan zenekarral, akikkel ez így működött. Aztán hát nyilván visszatérni, így remélem, hogy visszatér, fel tud ébredni az egész kulturális élet, és ugyanúgy tud tovább haladni a zenei élet, mint az eddigiekben, mert hát most nem csak a zenészek, hanem a különböző helyek, koncerthelyszínek is nagyon sokan megsínylették ezt az időszakot. Aztán a hosszú távú tervek között azt hiszem, hogy még több új szerzemény, aztán hát első körben a második lemezünk szerepel, aztán majd a harmadik. Úgyhogy, és így tovább. Van nagyon sok kedvenc magyar zenekarom. Ez így időszakonként változik, hogy kiket hallgatok a legtöbbet. A mostanit említeném. Jelenleg Borbély Mihály és Dress Mihálynak az együtteseit, meg ugye a közös együttesüket hallgatom, ugye a zenehallgatással töltött időm legnagyobb részében. Thank you.
Oh.